Nos, srácok, a fifacoin.com olcsóban vehettek zsetont, a képernyőn láthatjátok, hogy nagyjából mit kell csinálni. Ha esetleg nem menne, akkor a How to Buy menüpont alatt pontosan megtaláljátok. Ne felcsétek el használni a Rekal kuponkódot 500% kedvezményért. Na szavaztok srácok, rég találkoztunk, üdv mindenkinek. A mai videó egy szponzorált tartalom lesz, régebben is volt már ilyen. Az USM-nek a csapata megkeresett újra, hogy ugye rég játszottam már alapvetően a játékkal, és mi lenne, hogyha megnézném, illetve van benne, azt mondták, hogy van benne egy-két olyan újdonság, amiben be tudom vonni a nézőket, tehát veleteket is amiről nem tudok sok mindent, majd mindjárt megmutatom, hogy miről van szó, és akkor majd a gyorsaság fog dönteni, majd le kell tök a menedzser ide a kommentbe, és akkor majd a leggyorsabb, azt hiszem 24-et azokat, hogy meghívom. De ne is ezzel kezdjünk. Csak egy kettő percben engedjétek meg nekem, hogy itten itt fölhívja a figyelmeteket egy komoly, komoly hát találkozási lehetőségre Pécsen majd. Tudjátok, jó srácok, hogy nagyon régóta vagyok a laptop szalonnal egy ilyen kis közös valami benne. Sokszor láthatatok engem például Playteken a laptop szalon standjánál és többi és többi. Viszont most a laptop szalon által megrendezésre kerül az első Pécsi Gamer Zone per hát játéktérnek nevezett kis, kis megmozdulás. Ez az E78-ban lesz és május 25-én szombaton 9 órától délután 18.00-ig. Tehát egy ilyen egész napos kis gamer rendezvénynek kell számítani, ott leszek én is természetesen, nem véletlen mondom. <kül> rengeteg esportprogram, program, rengeteg kinti program, tehát nem csak az van, hogy bent ülsz és akkor nyomod a gépet, mint az állat, de természetesen lesz lehetőség kipróbálni különböző játékokat ilyen nagyon baszó felbontásban, minőségben és többi és többi. Szerintem rengetegen voltatok már ilyen, ilyen, ilyen gamer alapú rendezvényen ahol találkozhatatok kedvenceitekkel. Most ezt nem ilyen YouTube simogatós, vagy YouTuber simogatós dolognak kell elképzelni, tehát nem az lesz, hogy hozzám sorszámot kell húzni, meg a fasz tudja, tehát hogy ilyenről szó sincsen, tudjátok, hogy én ezt alapvetően megvettem és annyira nem is szeretem. Úgyhogy egész napot leszek a rendezvényen természetesen. Valószínűleg lesznek versenyek és srácok FIFA és Mortal Kombat is elviekben, amiknek én leszek majd a hát a, hát a kommentátor speaker szerepét, azt majd én fogom ott betölteni, aki FIFA-t játszik, illetve Mortal kombat fog játszani szinten, illetve természetesen uh, leteszem a leírás majd a, a, a jegyeket is, uh, illetve mindenféle mindenféle információt ezzel kapcsolatban. Úgyhogy hát főként ez a pécsieknek szól, de hogyha valaki úgy gondolja, hogy, hogy messzebbről lejön erre a napra, akkor természetesen várjuk nagyon sok szeretettel. Nagyon fontos hát a fifásoknak mondanám, hogy a Dél-Magyarországi Regionális FIFA 19 kupára lehet jelentkezni. Ha jól tudom, de ezt gyorsan utána nézek nektek. Ez úgy néz ki, hogy addig van lehetőségetek erre nevezni, egy ezres a nevezés, amíg úgymond van elég hely, nyilván nem uh, unlimited, ha jól tudom, uh, és illet, illetve ez még nem biztosítja nyilván a belépő jegyet, tehát egy ezer forintos, forintos dologba kerül ez a dél túli regionális esport, bajnokságra való nevezés a FIFA 19-ben. Úgyhogy aki szeretne megméretni, megméretetni magát ebben az egész fifa dologban, erre is linkelek majd egy ilyen dolgot, ott lesznek a jegyeknél. Gyorsan itt mutatom is nektek, hogy lássátok, így néz ki az egész, itt tudtok nevezni uh, amire, hogyha rákatoltok, akkor átdob ide a jegyárakhoz, bedobtok ide egy egyest kosárba, stb. Tudjátok, hogy hogy működik, szerintem ezt nem kell mindenkinek a szájába belerágni. Ü ü ü. Ugye részleteket majd hamarosan kaptok pontosan, mert pontos program még nincsen, de nagyjából így ez várható, ami ide ki is van írva, VR-tól, youtuberektől és élő esport versenyektől elkezdve. Minden emiszem ingere, úgyhogy ez srácok 25-én lesz ott találkozunk. Remélem, hogy minél többen ott lesznek ezen a rendezvényen. És akkor skacok az OSM. Nézzük az OSM-et, hogy mi a helyzet az OSM-en. Nagyon rég játszottam a játékkal, alapvetően most egy visszarázódásból én beleugrottam egy Evertonba. Aki nem tudná, srácok, egy telefonos applikáció, aminek segítségével igazából egy ilyen futballmenedzseres valami, a nagyon-nagyon ilyen parasztosan le kéne fordítanom, tehát itt nem te játszol, itt nem te irányítod az embereket, itt konkrétan te menedzselsz, magyar nyelvű a játék egyáltalán nem bonyolult, bár rengeteg fülecske van itt, ami, ami, ami probléma lehet, de szerintem aki egy picit is konyít a futballhoz, teljesen tökéletesen tudja, hogy mi újság, megvan a csapat, megvan a line-up, úgy helyezgeted az embereket, ahogy akarod, olyan felállást állítasz, amilyet akarsz, természetesen taktikába is különbe tudsz állítani bármit, hogy kispasszos legyen, ilyen indításós kontra védekezésnél van lestaktik, zónavédelem, és a többi. Tehát teljesen egyértelmű szerintem a játék, hogy hogy hogyan működik a téma. Igazából ugye szabadrugásra is be tudsz egy embert, meg szögletre, meg kapitányra, blablabla, bla, bla, bla. ugyanaz, ugye ez a scout ugyanaz, mint mint a FIFA-ban a, a, ez a az a tehetségkutatás, hogy mi a bánat a neve FIFA-ba. Itt is rendes átuszkált, pozícióra, korra, és a többi, és a többi. Ugye a szponzorok, amit meccsenként kapsz pénzt. Nem, nem egy olyan nehéz valami, ugye magyar nyelvű mondom még egyszer, nálam most nem, mert én ugye gépről tolom emulátorral. De alapvetően magyar nyelvű a játék, szóval teljes mértékben egyértelmű a téma. Úgyhogy most elkezdtem ezt, hogy kicsit visszarázódjak. Most nagyon van kedvem így menedzselgetni, meg ilyenek. Viszont van egy új dolog ami nem tudom mi. Csináltam egy ilyen Team Rexi amiben 24-en férünk be, nem tudom, hogy ez pontosan micsoda, de aki esetleg usm ezük és szeretne ebbe a valamibe így, 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 részt venni, meg így benne lenni, is kacok, akkor írjátok le a menedzser neveteket a, a komment és akkor az első 23 embert, vagy a 24-en lehetünk, én vagyok belőle egy, és akkor a matek alapján ugye már csak 23 ember fér be az, az első 23 mert akkor ide meghívom, és akkor a fasz tudja, hogy mit kell pontosan csinálni. Tehát, hogy én nem tudom, gondolom, itt lehet egymás között ilyen bajnokságot létrehozni, és, és egymás ellen konkrétan olyan, mint hogy a saját bajnokságom lenne, meg kihívni egy egymás, egymást egy vég meg ilyenek. Valami ilyesmire tippelnék, Ö, nem -e biztos, remélem ezt is, ha megírtak a komment szekcióban, mondom, látom egy ilyen lehetőséget, amikor mondták, hogy van lehetőség úgymond a communitynek is, hogy úgymond beszálljanak ebbe, hogyha már videót akkor legyen egy ilyen része is. És akkor ránéztem, hogy ez pontosan mi, és akkor láttam, hogy, hogy valószínűleg erről beszélt a csávó, de hogy pontosan ez, ez, gondolom ez egy külön liga lesz, tehát hogy, mint amit mondottam is, hogy, hogy itt akkor... De lehet, hogy eddig is volt ilyen, de annyira rég játszottam a játékkal, azt mondták, hogy van -e a lehetőség, hogy beton tudom mondja nézőket. Oké, okay. úgyhogy hát lesz egy ilyen skacok, Hogyha erről valami kérdésetek majd lesz esetleg, akkor a komment szekcióba tegyetek fel, vagy pedig majd twitch ugye minden nap négytől vagyok, vagy a hétköznap 4 8-ig streamenek a twitch ezt tudjátok már jó szerintem mindenki. És akkor ott majd ezzel kapcsolatban, hogy kérdezhetek nyugodtan, hogy mi a helyzet. Meglátjuk, meglátjuk, hogy mi a helyzet. Én, én úgy gondolom, hogy ez egy tök-tökre is fani dolog lehet, de majd meglátjuk, hogy hogy alakul egy egyezni meg ilyenek. Úgyhogy nagyjából ennyi, valószínűleg a második csapat majd, hogyha úgy alakul, akkor én, én, én bepróbálok egy erősebb csapatot. Most az everton azért választottam amúgy, mert Ricardison, meg Coleman, ugye, tudjuk, ö, meg hát ez volt a, tehát elérhető volt ez a csapat, ugye tudjátok, hogy a csapatot akarsz választani az elején, akkor sokszor ilyen ö, lófaszpontba kerül, mert, 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 mert gyorsan elkapkodják. Meglátjuk, skacok, meglátjuk. Jelenleg így állok, ö, én ezt ö, hatodikán veszem fel ezt az anyagot, tehát ö, nektek nem biztos, hogy ez ma megy ki, sőt, valószínűleg nem majd megy ki nektek, hanem 8-án, 9-én valahol. De nekem addigra már rég régen indult a bajnokság, és réges régen én már, én már lejátszottam a Cardiff elleni első meccsemet. Csapatilag úgy állok, hogy egészen jó statisztikákkal rendelkezik ez az Everton amúgy. Tehát ez egy 92-es Ricard Lisson, 80-es 8 80-es Volkot, az tök jó. Ugye most vettem egy Artúrt, tehát egy Artúrt azt most vettem. 91-es itt az André Gomes és 89-es nem tudom mire föl ugye az Idris -e, Csávó is 87-es, itt még van egy Schneider, nem meg egy Davisem, Bina 91, DIN 89, egészen jó kis fiatal játékosokból állam úgy viszonylag ez az Everton, Coleman is 89, Zuma 88, ki 88, nagyon jó, ugye Pickford 94, egészen elképesztő, illetve vettem egy karius hát ha játékban nem fog olyan dolgokat csinálni, mint élőben csinált, úgyhogy viszonylag egész jó a keret, nem tudom, hogy a, 7 objektív az valószínűleg meg lesz, tehát én azért a hetes objektívre úgy állok, hogy szerintem azért az, 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 az működni fog, de úgy közben majd kiderül. És akkor várom srácok a, a, leírásba akkor, hogy nyomassátok szépen a menedzser neveteket, és akkor meglátjuk, hogy majd hogyan lesz. Illetve a leírásban mindent letettem srácok ezzel a ezzel a Pécsi kis megmozdulással kapcsolatban várok sok szeretettel mindenkit, remélem, hogy sokan ott lesznek, találunk, remélem, hogy közületek nyer majd valaki ezen a regionális bajnokságon, vagy akár majd egy mortákán beten úgyhogy eléggé durva napnak nézünk majd ott elébe. Én már nagyon várom, mert nagyon szeretem az ilyen kis eseményeket. Köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy itt voltatok a mai nap során velem. Jó esemezést, minden hasznos információt van a leírásban, aztán meglátjuk, úgy, hogy alakul. Beszélgetünk még streamben, tudjátok, ott, ott, azért sokkal jobban tudunk kommunikálni, mint így egy videóban. He. Azért csak azért nem szeretem. Na, lehetek jó srácok, figyeltek magatok, és akkor találkozunk legközelebb, vagy majd egy streamben. Szavaztok!